Üdvözlöm a kedves nézőket! A Balaton Televízió programajánló műsorát láthatják. Romantikus versvadászatra és vacsorára várnak benneteket szeretettel a Folli Arborétumban egészen február 18-áig. A Folliban fényfestés bemutató kerti sétával és gyertyafényes vacsorával hangolódhatunk a szerelmesek napjára február 11-e és 18-a között. A Valentin nap előtti és utáni hétvégén versvadászaton vehetünk részt, vagyis romantikus versekből vett idézeteket kereshetünk az Arborétum séta útjainak mentén, amiket ha megtalálunk, ajándékban részesülünk. Február 18-án és 19-én is várnak benneteket egy felejtetetlen vízitúrára a Hévízpatakon. Egynapos Hévízpatak túrán vár rád a gőzölgő patak, a nyíló tündérrózsák és a vízimadarak látványa. Stabil négyfős túrakenóban vagy tengeri túrakajakban körülbelül 2 órás evezős idővel könnyedén teljesíthető a varázslatos tájakon átvezető vízitúra. A program végén frissen főzött citromos teával, illetve fűszeres forralt borral várnak. Hévíz városa, a tó, a Kis-Balaton látogatóközpont és a Kejda kustányi élményfürdő is elérhető a túra után. Fedezd fel a Hévíz patak izgalmas világát! 2023. február 18-án ünneplik az Almádiak napját. Az Almádiak napja egy nap, amely a közösségről szól. A helyszíne a Kerényi Imre kultmagtár. Egésznapos gyermekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal várják az érdeklődőket a helyiek. A 14. Réfülöpi rianásra, látványdisznóvágásra és forraltbor főző versenyre várják az érdeklődőket február 18-án. A farsang időszaka mindig izgalmas és vidám események időszaka. Így van ez Réfülöpön is, ahol a farsangot nem csak bállal, hanem süteménysütő és forraltbor főző versennyel is várják. Ez a nagy népszerűségnek örvendő rendezvény lehetőséget ad minden olyan, minimum 2 fővel és vidám jeligével bejelentkező csapatnak arra, hogy megmutassák a nagy érdeműnek, ki tudja a legfinomabb forraltbort készíteni. A forraltbor elkészítéséhez szükséges eszközökről a csapatok saját maguknak gondoskodnak. Február 18-án rendezik meg a 22. Keszthelyi Városi Karnevált. Idén is lesz Keszthelyi Karnevál. A hangulatos, vonzó rendezvényre évről évre többen érkeznek a városba. Színes, maskarás kavalkád, ötletes jelmezek és színpadi program várja az idei karneválozókat is február közepén. A színpompás jelmezbe mókás maskarába bújt farsangozók parádés menete a Festetics kastély parkjából indul 14 órakor. Onnan a sétáló utcán haladva a főtérig mennek a résztvevők, akik a szokásokhoz híven vidám műsorral is megajándékozzák az érdeklődőket. Februárban is folytatódik a borbarangolás borvacsorák. Igazi feltöltődés a badacsonyi borvidéken. Enni jó, badacsonyi borokat kóstolni nagyon jó, és valljuk be, utazni is jó. De még jobb, ha ezt a hármat együtt tesszük. Mindenre a badacsonyi borvidéken egész évben lehetőséged nyílik, ha részt veszel a borbarangolás borvacsorák valamelyikén. A badacsonyi borvidék borvacsoráin a kiváló minőségi ételek mellett megkóstolhatod a badacsonyi borászok pincéiben őrzött legzamatosabb borokat is. Ha kikapcsolódásra vágysz és az ízeket élveznéd, mindenképpen tarts a szervezőkkel és dobd fel a szombat estét egy igazán különleges kulináris élménnyel. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára kiírt Karafot dráma pályázat nyertes művét, melyet Szálinger Balázs kortárs költő írt, február 18-án mutatják be a Pannonvár Színház rendezésében. Dacára a komor történelmi háttérnek az előadás alapvetően vígjáték lesz, és erősen ajánlott minden korosztály számára. A mai alkalommal a túrázni vágyóknak a Szentgyörgy hegyi bazaltorgonák tanösvényt ajánlom. 30-40 méter magas bazaltorgonák, egy sárkány jeges barlangja, páfrányok és lepkehadak várnak minket, ha nekivágunk a tanösvénynek a Szentgyörgy hegyen. Piknikezhetünk eldugott, árnyas kis zugokban, megcsodálhatjuk a tetőn a panorámát, a katolikus és az ortodox kápolnákat, ihatunk az oroszlánfejű kút lágy vizéből. Soroljuk még! Irány a Szentgyörgy hegy! Köszönöm szépen a figyelmet, nézzék továbbra is a Balaton Televízió műsorait!